Köszöntöm nézőinket! Ez a Retro Újpest harmadik adása, ahol a kerületi televíziók régi anyagaiból válogatunk Önöknek. Remélem, ma is jól fog esni a régi korokra való emlékezés. 1991 tavaszán nagy fába vágta a fejszélyét néhány elszánt káposztásmegyeri. Úgy gondolták, a kerület erésze elég nagy jelentőségű ahhoz, hogy a rájuk vonatkozó gondokat és elintézni valókat egy úgynevezett településrészi önkormányzat rendezhesse. Az ötletet Derce Tamás polgármester is támogatta, így Káposztásmegyer a mai napig rendelkezik, úgymond saját önkormányzattal. A célt, tehát azt, hogy városrészi önkormányzatot elnyerjük, ezt fenntartjuk. Ezt az anyagot viszont így nem akarjuk előterjeszteni, félő, hogy politikai, és ezt hangsúlyozom, politikai szempontból bukás lenne, de lehet, hogy közgazdasági szempontból is. A polgármester úr megjelent ma az ATOK bizottság ülésén, és egy gyakorlatilag egyeztető tárgyalás eredményeképpen ATOK bizottságunk a következőben foglalt állást. Az ATOK bizottság nem kéri még, hogy a városrészi önkormányzat rangját 28-án megszavazzák, hanem tovább marad ATOK bizottság októberig, novemberig, nincsen kitűzött dátum. Második pontként az ATOK bizottság jogászok, alkotmányjogászok és közgazdászok bevonásával ezt a koncepciót megpróbálja finomítani, csiszolni, közgazdászi szempontból alátámasztani, tehát a cél és az eszközrendszerekre megmutatni azt, hogy milyen lehetőségek vannak számadatokkal alátámasztva, és a felelős a polgármester úr lenne, a polgármester úr vállalta, garanciát vállalta, hogy ő segít is, beszámol, hogy hogyan áll ez a munkafolyamat, hangsúlyozom, hogy nem kerül ki a kezünkből, tehát az ATOK bizottság és a mellé rendelt, beosztott, pénzen fizetett, még nem tudom, hogy lesz, jogászok és közgazdászok végzik a közös munkát. És ezek után talán október 22-i közgyűlésen fogjuk kérni a városrészi önkormányzat rangját. Nagy ugrás azt hiszem azért nem lesz, mert többször a vita során fölvetődött, hogy mi lenne, ha átalakulnánk állandó bizottsággá. Megoszlottak a vélemények, úgy kristályosodtak ezek ki, hogy ha mi állandó bizottság lennénk, az helytelen lenne, megmerevedne a munka, mert Káposztásmegyer egy régió, egy terület, a többi bizottságnak a munkáját, tehát egy közművelési bizottság, város, gazdálkodás, ellátás, pénzügyi, jogi bizottság pedig szakmai területeket ölel fel. Tehát itt a régión belül vannak szakmai feladatok is. Ha ez egy állandó bizottságá lenne elnézést a kifejezésért lefokozva, akkor 3 éven keresztül, tehát a ciklus végéig előrelépés nem hiszem, hogy történne, mert nem lenne esetleg jogunk felszámolni, nem tudnánk semmit se csinálni, tehát ez a gátja lenne a városrészi önkormányzat rangjának az elnyerésének. Szeptember, október a következő dátum, amelyben itt döntés várható. Nem áll fenn az a veszély esetleg, hogy az alatt itt nem fog történni semmi? Nem hiszem, eddig is történtek dolgok. Nekünk is rendkívül sok ígérvényünk van, nekünk is sok dolgot ígértek Demszki polgármester úrtól. Közgyűlésen át sok minden ígéretünk van, ezekkel az ígéretekkel valaki csak el fog egyszer számolni, nekünk többek között az a dolgunk, hogy az ígéreteket valóra váltjuk, hogy Demszki polgármester úrból az 1 millió forintokat kiverjük, hogy ő megígért, az a dolgunk többek között, hogy Újpest önkormányzatától megszerezzük azokat az alapvető dolgokat, amelyek itt kellenek, parkok, játszóterek, szeretnénk elérni, hogy végre átvegyék hivatalosan, állítólag 2 hónap múlva megtörténik az egész lakótelepnek vagy egy részének az átadása, most már hivatalosan is sor kerül erre az aktusra. Azért nem hiszem, hogy ha nem kapjuk meg holnap vagy holnap után a városrészi önkormányzatot, hogy nem történik semmi, mert az ATOK bizottság munkája attól függ, hogy milyen jogosítványai vannak, tehát milyen feladatokat tud ellátni. Elsősorban amellett, hogy mi dolgozzunk azon, hogy városrészi önkormányzatot létrehozzunk, emellett mi gyakorlatilag azért állandó bizottsági feladatokat is ellátunk, tehát a folyó ügyeket folyamatosan gondozzuk, ide beadványok érkeznek, illetve a városházára érkező beadványokat a polgármester úr ide továbbítja, állandó napi kapcsolatban vagyunk a hivatallal, minden olyan ügy, amely Káposztásmegyet érinti, itt megfordul, véleményt formálunk, állást foglalunk, és a hivatalban eljárunk. Tehát, hogy ATOK bizottság vagy városrészi önkormányzat jelen pillanatban még nem fontos. Azért nem fontos, mert ha városrészi önkormányzat lennénk a jövő héttől, akkor sem lenne olyan jogosítvány, hogy tulajdonnal gazdálkodjunk, a földterületekkel gazdálkodjunk. Amíg nincsen fővárosi törvény, meg a vagyontörvény nincsen, addig itt teljesen mindegy, hogy állandó bizottság, ATOK bizottság vagy városrészi önkormányzat nem funkcionál. Részben tudunk funkcionálni. Amíg nincsen mivel gazdálkodni, addig semmit nem tudunk nagy dolgot tenni. Amikor arról beszélünk, hogy településrészi önkormányzatot kell létrehozni, azért ennek vannak technikai feltételei. Hogy
más nem mondjak helységigény, más nem mondjak bizonyos munkaerőigény, tehát bizonyos egyéb technikai igények, számítógép, hogy más nem mondjak, amin ülök, egy szék, egy asztal. Tehát összességében azért ez egy nagyon komoly kiadást jelent. Tehát ez a szervezeti technikai része. Ezen kívül felsorolhatatlan szinte azoknak a példáknak, azoknak az ügyeknek a száma, amit ott adott helyben meg lehet oldani. A rendszerváltás környékén szinte megszámlálni sem lehetett az új napi és heti lapokat. A megváltozott politikai környezetben mind többen és többen alapítottak lapot, összehasonlíthatatlanul magasabb színvonalú volt a sajtó, mint napjainkban. Akkor például még ritkábban jöttek előtérbe a tulajdonosi érdekek, és a politikai, gazdasági és társadalmi zavart muszáj volt érthetően elmagyarázni azoknak, akik ezt az írott sajtótól várták. Tulajdonképpen ez egyet igazán vasárnapi lap Magyarországon, ezzel nem a többi lapokat térbe szorítani, de a többi lapoknál kettő van még, ahol a napi lap vasárnapi kiadást ad ki. Mi kimondottan avval a céllal alkultunk annak idején, hogy vasárnap adjunk az olvasók kezébe egy sajátos újságot. Azt is, hogy hetenként egyszer megjelenő napi lap vagyunk, mert hiszen az a célunk, hogy a szombati legfrissebb események föltétlen bennek ebbe a lapba, egy kis visszatekintése is, de még inkább előre tekintése a következő hétre. Lapnak mondjuk ez a karakter, ez a jellege, és azzal a popularitással a szabad ilyen nagyképpen kifejezni magamat, hogy rövid, közérthető cikkek, amit akár a villamoson is el lehet olvasni, nem muszáj otthon a fotóba mélyedni, egy kis vasárnapi olvasmány benne az. Mindezt 16 oldalon próbáljuk megoldani, és most itt hadd dicsekedjem el először a nyilvánosság előtt, hogy éppen most a következő hónapban növeljük az oldalterjedelmünket 16-ról 24-re, egyelőre nem minden, csak minden második vasárnap, de hát ha majd a kollégáim ügyessége folytán egyszer csak azt is elérjük, minden vasárnap 24 leszünk, és aztán így tovább az olvasók igénye szerint. Milyen elvek határozzák meg a lap felépítését, a koncepciót? Mennyire politikus, mennyire szórakoztató jellegű a vasárnapi hírek? Ez sok fejtörést okoz nekünk is, hogy végülis milyen cikkekkel és témákkal töltsük meg a lapot, mert abból kell kiindulnunk, hogy ez közel 300 ezer ember olvassa ezt az újságot, tehát az olvasótábor rendkívül széles. Itt, ahogy egymás között szoktuk mondani, a házmestertől a professzorig mindenki olvassa a vasárnapi híreket. Tehát a témaválasztásnál, a cikkek válogatásánál törekszünk arra, hogy minden réteg találjon a saját szája izének megfelelő olvasnivalót. Hát nyilvánvalóan mindenek előtt a politika iránt érdeklődő embereknek adunk megfelelő, hát amit lehet egy vasárnapi lapban friss, és ahogy mondta a főszerkesztő, előre tekintő politikai cikkeket. Na most ugyanakkor például egy sajátos, az olvasóknak egy sajátos rétegéhez szól például a kétoldalas kulturális összeállítás, ami a szakmában is igényesnek és jónak elismert cikkeket tartalmaz, színházkritikákat, képzőművészeti írásokat, de ugyanebben a két oldalon belül megtalálhatók a különböző művészeti pletykák, csemegék, tehát egy másfajta olvasó réteg érdeklődésének szóló cikkek is. És ezen kívül több olyan, úgynevezett, mi úgy hívjuk, ugye színet is igyekszünk adni itt a poprovattól kezdve a divaton át, ami aztán mindenkinek szól, és hát persze nem beszélve a sportrovatról, ami különösen vonzó egyébként vasárnap, mert az összes NB1-es fordulóról, tehát minden meccsről beszámolunk vasárnap reggel, és van, akinek mondjuk nem kell a sportlapok részletessége, az itt mindent összefoglalva megtalálni, de egyik nagy vonzereje például a lapnak. Megint dicsekvésnek tűnik, de ott egészítem kollégámnak igazán kiváló jellemzését. Csaknem 300 ezer ember olvassa ezt a lapot, annyian veszik meg az utcán. Tehát ennek a dupláját kell legalább számítani, és itt ezt azért is említem meg, mert ezt a lapot kizárólag tulajdonképpen az utcán áruljuk. Ennyi ember kell föl vasárnap, hogy megvegyen bennünket. Sokan viszont nem szeretnek fölkelni, és régi gondunk, hogy nem tudjuk elvinni hozzájuk, mert vasárnap a posta nem terjeszt. Most viszont sikerült megegyezni egy magánvállalkozói lapterjesztő társasággal, amelyik most, és ezt szeretném bejelenteni, mostantól kezdve már Budapesten, Kecskeméten és Szegeden fölviszi lakásra leggel az újságot mindazoknak, akik nála rendelik meg. 1991 nyarán hatalmas sikert ért el az újpesti téje vízilabda csapata.
Kovács István vezetésével megnyerték az azévi magyar bajnokságot. Abban az aranycsapatban nem kisebb nevek játszottak, mint ma az UVS-e vezetőedzőjeként dolgozó Vince Balázs, illetve a halálával a magyar vízilabdában talán pótolhatatlan űrt hagyó Benedek Tibor. A most következő bejátszásban az eufórikus öröm pillanatait láthatjuk újra. Milyen érzés? Hogy öröm, öröm mámor, ami ma fog következni, nagyon jó lesz. Kezem, mi volt tegnap este? Nyugodtak voltunk. Nyertünk, együtt volt a csapat tegnap, és együtt aludtunk, fönn a összetartás volt. Mikortól értek úgy, hogy ez most már biztos győzelem? Volt-e olyan pillanat a meccsen? Amikor megnyertük, amikor kijöttük akkor... a vízből. Akkor már teljesen mindegy volt minden. Ugye tavasz a kupa, most a bajnokság. Ez nem nagy teher? Most már mindenki ezt várja majd a Dózsától, itt az útétől, mindenki ezt fogja várni. Jövőre megismételjük. Ennyi. Ez ilyen biztos? Ez ilyen biztos. Mióta vízilabdál? 10 éve. Miért vízilabdál? Ezért. Mi lesz ma a program? Összetartás lesz, azt hiszem megint ugyanoda fölvonulunk, ahol voltunk. Ünnepelünk. Síházban voltunk, és a Szabadsághegyen, a Normafánál, és ott fogunk ünnepelni. Egészen szolidan. Milyen érzés ilyenkor az edzőnek? Nagyon jó érzés. És én sajnos játékosként együtt játszottam velük, és akkor nem jött ez a siker, és nagyon örülök, hogy most végre sikerült. Nem irigylett tőlük egy kicsit? Hogy amikor te volt, akkor nem voltak ilyen sikeres? Végül is most megvan a siker. Az, hogy milyen pokol, nagyon örülök, hogy jött az egész uszoda. Erről beszélt már, mikor Szentesen nyertünk, meg a kupát nyertük, hogy megnyerhetjük a bajnokságot. Nagyon szeretném, hogy a nemzetközi szinten is jól szerepelni. Marad jövőre ez a csapat, vagy változik? Én nagyon remélem, hogy marad. Fiak, nem jönnek? Nem tudom még most ilyen például. Lehet, hogy fogunk egy centert igazolni, de... Ki volt ma a legeredményesebb játékos? Csapatban? Nicsovics Tamás. A 4 gól több volt? Igen, 4 gól hát miatt. A legeredményesebb. Ő az mindig az, aki a legtöbbet lövi. Koncz Gábor nagy szerepeit szinte felsorolni is nehéz. Számos tévéjátékban, filmben és csodálatos színházi darabban láthattuk az elmúlt évtizedekben. Emellett népszerű volt azért is, mert a világról szinte teljesen ugyanúgy gondolkodott, mint mi hétköznapi emberek, ami művészembertől azért némileg szokatlan. Az Óceán TV 1991 nyarán készített vele hosszabb beszélgetést, most ezt láthatják újra. Nagyon elfoglalt? Élet olyanná vált, hogy... A 24 órából 22-t kell, de 20-at mindenképpen kell dolgozni. Minimálisat alszom, rohangálok, állandóan kocsiba vagyok, itt-ott, munkám után jövök, megyek. Azon kívül van egy magánéletem, és engem úgy ismertek ebben az országban, hogy a passziók embere, az élet szerelmese. Volt is egy olyan film, az élet szerelmes, azt én játszottam. Imádtam az életet, és erre egyre kevesebb időm van ma már. Mostanában minden színész egy idő után vagy kell, vagy rendez. Ez most egy ilyen láz, vagy nem is tudom. Ez hatott őre is, vagy mikor gondolt először arra, hogy rendez? Mert ugye a Bolondány az Székesfehérváron ment 3 éve. Igen, hát ez nálam nem láz, de ha láz, akkor egy jó láz. De ez 5 évvel ezelőtt kezdődött. Minden színész életében eljön egy pont, amikor valami többet akar, mint a színészet. A színészetet azóta is csinálom rendszeresen. Nem is anyagi meggondolás. Úgy érzem, hogy van valami, amit tudok, amit egész életemben a legjobb rendezőkkel dolgoztam, Várkonyi, Fábri, Ádám Otto, nem? És a legjobbakat ellestem, elloptam tőlük, ez szabad. És ezeket szeretném átadni. Tudom, mihez értek, tudom, mihez nem. Nem annyira olyan darabokat rendezek, ahol a szenikának nagyon fontos szerepe van, hanem olyan darabokat, ahol nagyon fontos a színészvezetés.
egy biztos, hogy a lelkükhöz értek. Tudom, hogy mi kell nekik, tudom, mit kell mondani. Soha semmi erőszakos dologban nem kényszerítem őket. Én magam is utálom a lila rendezőket. Nem szeretem a kitalációkat, nem szeretem a jelzett díszletet, nem szeretem, amikor a rendező valamit odahaza kigondol, és azt tűzön, vizen véghez viszi, keresztül viszi. A színészek azt mondják, jó, hát ezért kapom a fizetésemet, ezt megcsinálom. Mert ezt én nem jó rendező akarok lenni, én jó, nem nagy rendező akarok lenni, én jó előadásokat akarok csinálni, és ez nekem tökéletesen elég. Miért a Bolond lány, és miért Tóth Enikő? Hát azért a Bolond lány, mert egyszer bevált, ez 70-szer ment Székesfehérváron, tudtuk, hogy siker lesz, tehát a darab gerince állt, egy pár új szereplővel erősödött a darab, Mór Mari meg a többiek, és Tóth Enikő, mondhatom így, hogy az én felfedezettem erre a szerepre. Tudtam, hogy alkalmas, ismertem, tudtam, hogy megvannak a karakterszínei, mert ez elsősorban karakterszerep, és a legfontosabb az ennél a bolondlánynál is, és általában minden szerepnél, hogy a nő nő legyen, a férfi pedig férfi. És úgy érzem, hogy a Tóth Enikő ezt maximálisan teljesítette, és ő nő. Csak ugyan volt valami? Maga is, Nigel között. Nincs az a kérdés. Ne felejjen rá. Pucéron találtok mellette. Elég ritkán fordul el, hogy egy lány pucéron befekszik egy férfi ágyába, és nincs köztük semmi. Ez így. Még egy ilyen könnyű kata, egy ilyen örömnál sem, mint én. Ez honnan megy? A rendőrei keresztetek el így. Rosszul tették távozzék. Igen. Örömlány. Koncz Gábor csak az erős, esetleg durva, erőszakos színészként ismertem már, amit ilyen szerepeket ugye eljátszott. Én egyáltalán nem mondanám azt, hogy skatujába lennék. Ez a skatuja dolog, bár lennék, bár modoros lennék, bár skatujába lennék, mert most ilyenkor többen tágra nyitják a szemüket majd a képernyő előtt, mert mindig az volt a vágyam, hogy skatujába legyek. Ugyanis a régi nagyszínészek, tegnap láttam Zsang Gabenyt. A világ egyik legnagyobb színészének tartom. Tartottam, amíg élt, és most is annak tartom. Soha életében másnak nem látta, csak Zsang Gabenynek. És azért megy be, és arra kíváncsi. Azt, amit ő tud maximálisan, azt azért tudta olyan magaslatokra fejleszteni, mert nem kértek tőle mást. Ez olyan, mintha most, tehát azt mondom, hogy egy Otellónak nem kell steppelnie. Ugye? Hát én velem nem kell eljátszatni a Nyilas Misit vagy a Pukkot. Mert biztos, hogy azt kell játszatni, ami én vagyok. És majd abba, ha sikerül, jó leszek. Jó érzés az, amikor az emberek úgy mennek ki, hogy megvárják a színészt, vagy mondják az utcán, hogy jaj, de jó előadást látunk, művész úr, jól szórakoztunk. Most ezekben a nehéz időkben, ezekben a nehéz években, bár hónapot mondhatnék, hogy nehéz hónapokban, de éveket mondok, amikor az emberek el vannak keseredve, sok minden miatt az ország válságban van, nappal sírnak, hát este hadd nevessenek. Befejezésről hadd kérdezzem meg, hogy a jövő évadra mik a tervek? Igen, a Lírbe játszom a Kentet, ezt régen is szerettem volna eljátszani, Kerényi rendezi. Azon kívül utána mindjárt rendezek egy Hollandiában fogjuk forgatni a belsőket itt, egy filmet, Evelyn Marsnak a Rém című, ne ijedjen meg, éces krimie, amit megint egyik régi. Soha nem titkoltam, hogy én nagyon szeretem a kalandfilmeket, nagyon szeretem a krimiket, nagyon szeretem a vígjátékokat, szeretem azt, mit a közönség néz. Én egész életemben optimista voltam. Tavaly elkezdtem pesszimistává válni, nyilatkozataim, interjúim. Meglepődtek, igen. De most visszatértem, mert visszatértem az optimizmushoz, mert rájöttem, hogy nem érdekel a külvilág, nem érdekel a környezetem. Amíg egészségem van, amíg a gyerekemet vízisízni tudom meg lovagolni, tanítani, amíg én magam is ezt tehetem, amíg munkám van rengeteg, mert van, addig nem leszek pesszimista, nem törődök az ország helyzetével, meg a többiek helyzetével.
A közvetlen szűk baráti körömmel, családi körömmel törődök, és igyekszem nekik a lehető legjobbat biztosítani, amit tudok. Nem érdekel a politika. Nincs mi érdekeljen. Kedves nézőink, önök a Retro Újpest harmadik adását látták. Reméljük, tetszettek ezek a régi felvételek. Egy hét múlva is várjuk önöket, akár a televízióban, akár az interneten. Vigyázzanak magukra és szeretteikre, és kövessék továbbra is az Újpest TV műsorát. Viszontlátásra!